Jaj, sziasztok! A legutóbbi adás óta átléptük a 32.768 feliratkozót, aminek nagyon-nagyon örülünk, mert hogy egy kerekszám 2.15-en. Ide majd bevágok valami ideillő győzelmi zenét, hogy ne olyan hülyén nézek ki, hogy itt vonaglottam. Így is úgy is hülyén néztem ki. Úgyhogy lehet, hogy mégsem olyan zenét fogok bevágni, hanem valami abszolút nem ideillőt, hogy még komikusabb legyen. Gondolkodtam azon, hogy mit lehetne csinálni ebből a jeles alkalomból, de valószínűleg a legcélra vezető mégiscsak az, hogyha megkérdezlek titeket, mert hogy nektek készülnek itt a tartalmak, úgyhogy a szertár Instagram oldalára ki is raktam sztoriba, hogy mit szeretnétek látni, illetve feltettem ugyanezt a kérdést a Youtube-nak az üzenő falára is, igaz azokat a válaszokat még nem néztem meg, mert most jutott eszembe, hogy, hogy ott is megkérdeztem, de kezdjük akkor az Instagramosokkal, mert, mert az már végig rágtam magam. Ja, és bocsánat, végig napszemüvegben leszek, nem csak azért, mert tűz a nap, és nagyon-nagyon hunyorognék, hanem azért is, mert viszonylag keveset aludtam, ugyanis ö, olyan fél egy körül fejeztem be egy versenynek a zsűrizését. Egy tanároknak szóló digitális tananyagfejlesztési versenynek volt ez a záró fordulója. Nagyon-nagyon e, jó látni, hogy mennyi értékes tartalmat tudnak tanárok előállítani, amivel a kollégáikat tudják segíteni, különösen olyan helyzetben, amikor erősen rá van szorulva mindenki, hogy digitalizálja az oktatási módszereit amennyire lehet, és ez lehetőleg ne csak abból álljon, hogy kiáll mondjuk a kamera elé és ledarálja frontálisan az anyagot, hanem mindenféle interaktív játékosított és egyéb tartalmakkal rukkoljon elő, és ez tök jó, hogy a tanárok ezeket megosztják egymással, és hogy vannak ilyen versenyek. Ezért egy fillért nem fizetett sem a Telenor Hipersuli programja, sem pedig a Webuni, de ők szervezték ezt az egészet. A linket be fogom rakni a leírásba. Nem mondom, hogy még volt a kedvencem, mert egyelőre még nincs meg a végleges összesítés, a többi zsűritaktól még nem jöttek be a pontszámok, úgyhogy lehet, hogy nem lenne még ildomos kiemelni, hogy nekem ki volt a kedvencem, de, de nagyon sokat tanultam én is ezekből. Zárója bezárva. Akkor nézzük, hogy mit szeretnétek látni. Valami binárisat, például kettes számrendszer megjelenése használata a birtokon. Hát itt vagyok a birtokon, most be lehetne nyomni ilyen vicceket, de ezt meg nem lehet mondjuk kiolvasni, mert ha azt mondanám, hogy kétféle ember van, akkor annak nem lenne semmi értelme, de ha azt mondanám, hogy tízféle ember van, akkor sem lenne semmi értelme, szóval ez csak így leírva látszik úgy, hogy lépjünk a következőre. Mert különben sem szeretem a vicceket magyarázni. Mátyás Király írja, hogy 32768 kirakva, összekötözött, lekaszált széna kötegekből a birtokon drónnal. Oké. Okay. Az a baj, hogy még nincsen kiszáradva a széne, úgyhogy nem nagyon képes kontrasztot, de ott van, hogy kettő, a tizenötödiken, és itt a drón. Hogy miért kértek ilyen hülyeségeket? Győző, vagy Máté, nem tudom, hogy melyik a vezeték neve, szóval ő írja, hogy extra kísérletezős videó. Jó, csináljunk valamit. Egy régi nagy kedvencemet veszem elő, amit szerintem. Videóban még soha nem dolgoztam fel, de foglalkozásokon nagyon-nagyon sokszor csináltuk korábban. Ez pedig egy öntartó vagy önhordó szerkezet lesz. Nem tudom mi a magyar terminológia self-supporting structure-re. Structure -re. Structure. Uh, szóval egy ilyen öntartó hidat fogok összeállítani. Ilyen ezer éves szőlőkarókból, ami állítólag Da Vinci-nek jutott először az eszébe, vagy koppintotta valahonnan, és ő gyűjtötte össze. Minden esetre Da Vinci hídként is szoktak erre hivatkozni. És ennek az egésznek az a lényege, pont ezért hívják önhordónak vagy öntartónak, self-supportingnak. Mert hogy nem kellenek hozzá se kötelek, se ragasztóanyag, se szög, se semmi más hasonló eszköz, amivel összefognánk az elemeket, pusztán a súrlódás és a gravitáció az, ami a helyén tartja a híd egyes darabjait. Ezeket a szépen korhadó szőlőkarókat. Na nézzük, hogyan készül. Kezdetnek fogsz két karót, lerakod a földre, és erre merőlegesen elhelyezel. Egy harmadikat. Majd jöhet a következő, szintén keresztbe, de a párhuzamosaid alá, tehát egy ilyen furán kicsevart létre, szerkezetet kell kapnod. Majd ezután jön. A folytatás lényegében ezt kell ismételgetni, hol alatta, hol fölötte fűzöd át a karókat, az előző párhuzamoson. Merőlegesen na 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 Hát, valahogy így. Persze nem ilyen nagy gazban, nem ilyen gírbe botokkal, meg nem ilyen egyenlőtlen felszínen, meg nem egyedül, sokkal, de sokkal könnyebben meg lehet csinálni. Egyébként nem mondtam igazat, hogy videóban még sosem dolgoztam fel, vagy nem mondtam teljesen igazat, ugyanis egyszer nagyon-nagyon régen valaki, egy volt kollégám a Csodák Palotájából készített egy telefonos felvételt, amin, amint ezt megpróbálom megcsinálni ropikból egy sörözőnek a teraszán. És fogalmazzunk úgy, hogy jobbra értékeltem a Ropiból Da Vinci híd összeállító képességemet abban az állapotban, mint, mint amilyen valójában volt, szóval azt nem sikerült megcsinálni. Mivel már sok-sok éve nem iszom alkoholt, ezért ki lehet következtetni, hogy ez a felvétel nem tegnap készült, és remélhetőleg az idő múlásával, a telefon amortizációjával együtt a múltba veszett az is. Reméljük! de ha esetleg valaki zsarolni akar vele majd később, akkor ezt itt már felvállaltam előttetek, tehát nehezebb dolga lesz. Hallott búcsú? Minden esetre itt van nektek egy házi feladat, bármilyen eszközből, akár ropikból is építsetek ilyen hidat, fényképezzétek le, töltsétek fel Instára és tegyétek be rajta a szertárt. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kreatívan próbáljátok meg megoldani a helyzetet, és lehet, hogy egyszer megpróbálom majd még Ropival én magam is megcsinálni. Csináljunk egy terhelési próbát. Nem biztos, hogy menni fog, mert elég gírbe a botok, de nézzük meg. Ez nem fog összejönni, nagyon el van korhadva. V.3R05, hogy találjátok ki ezeket a neveket, szóval ő írja, hogy a kamera setupról beszélhetnék. Hát most különösebb energiát nem fektettem rá. Az ISO az automatán van, a záridő az 1 per 250, és 63 F értékkel veszem fel ezt a videót, hogy erről mélyebben magyarázzak-e, azt nem tudom, igazság szerint nem szoktam automatára állítani az ISO-t, de folyamatosan elmennek a felhők, illetve visszajönnek, ami jelentősen befolyásolja a fényeket. Uh... A záridőt az célszerű úgy megválasztani, hogy egész számú többszöröse legyen a másodpercenkénti képkockák számának, tehát 25 fps-ben veszem fel ezt a felvételt, úgyhogy ezért állítottam egy per 250-re. Normál esetben, hogyha a zártérben vagyok, akkor általában 1 per 50-en szoktam használni, ha nagyon nagy a fény, akkor 1 per 100 -on. ha még több, mert például itt vagyok én szabad térben, akkor feljebb szoktam tolni, hogy ne az f-értéket kelljen nagyon-nagyon eltolni egy másik irányba, úgyhogy az, az 6,3 környékén szoktam hagyni. Lehetne ezt tizellálni, de szerintem lépjünk tovább. Játszint írja, hogy a Newtonos videóhoz hasonlót megnéznék Einstein kiadásban, ilyen relativitás elmélet dióhéjban. Nem vagyok biztos benne, hogy melyik Newtonos videóra gondolsz, de szerintem arra, amiben a Newton törvényeket vettem végig, és azokat mutattam be egy ilyen kis stílus gyakorlatként, mintha Magyarósi Csaba annak idején készített videóit mimeltem volna, tehát mintha Apple termékekről lett volna szó. Ez a Newton 1233S című videó volt. Én azt nagyon-nagyon élveztem, azt még kapcival raktuk össze annak idején. Ha ha mondtok olyan csatornát, hogy kinek a stílusában mutassam be az Einstein videókat, akkor, akkor lehet, hogy erre ráállok, mert szeretem ezeket a kreatív kih kihívásokat. Látjátok, már önmagában ez is kihívás, szóval szeretem ezeket a kreatív kihívásokat. És most se tudom kimondani. Szóval szeretem. Szóval szeretem ezeket a kreatív kihívásokat. Majd én is gondolkodom csatornán, hogy mire tudnám jól ráfűzni, de, de várom tőletek is az ötleteket. Elte etológia tanszékkel együttműködés kutyás videó. Hát ha nem is az Elte etológia tanszékével egy szoros együttműködésről van szó, de pénteken vagy ma, vagy holnap, vagy tegnap, nem tudom, hogy ez a videó mikorra készül el, szóval pont most van, lesz volt a Memóval közös, ha jobban belegondolsz című sorozatunk, ahol pont kutyás téma lesz, volt, van az egyik, a másik pedig Kresszel kapcsolatos, egyébként egy lendő ottani PHD hallgató hozza a kérdéseket, a kutyával, kutyátológiával kapcsolatos kérdéseket, Vékony Kata, aki egyébként a fémlebb idei magyar döntőjének az egyik döntőse. Neki az egész biztos, hogy minden a kutya, az egész kisugárzása ilyen, úgyhogy szerintem szuper jó kérdéseket fog hozni. Hozott. Ezeket írtátok Instagramon, és akkor nézzük, hogy Youtube-on mik jöttek, csak nem tudom, hogy ezt hogy lehet pontosan megnézni a mobilomon, mert hogy ezeket mindig a gépemen nézem. Ja, megvan. Kopixer írja, hogy Mentoskóla a, a 15-en. <laughs> nem biztos, hogy szeretnék ilyen mentoszkólás, pancsolós dolgokat csinálni. Az nagyon érdekes jelenség, de nekem egy idő után az, hogy valamiből nagyobbat és többet csinálunk, és több mindent pocsékolunk el, az, az, annyira nem célra vezető, de majd valami különlegeset kitalálunk a 2016-ra. Jó előre! Simon Bagett írja, hogy jól meghirdetni a Patreont. A linket oda lent találjátok. Ja, azt írja, hogy csak vicc volt. Mindegy, ezt már nem fogom kivágni. Attila Gameplay javasol egy kérdez feleleket, hát szerintem erre is sort keríthetünk majd valamikor, ebbe az adásba már biztos, hogy nem fog beférni illetve Radisnére ez neki Márta írja, hogy hírkvíz, ami, ami nekem nagyon hiányzik kicsit, hasonlít, ha jobban belegondolsz arra, viszont a, a, a hírkvízben volt valami kis aktualitás, volt benne valami kis ö, olyan típusú agymenés, ami, a, ami nekem nagyon-nagyon hiányzik, úgyhogy valami ilyesmit csinálhatnánk, sőt akár azt is meg lehet csinálni, hogy összeállítok nektek itt az uborka szezonban ilyen viszonylag aktuális hírekkel, tudományos hírekkel kapcsolatos kvízt, és, és élőben játszhatunk, esetleg megpróbálhatjuk. Úgyis most lesz majd pénteken, vagy volt pénteken, ha jobban belegondolsznak az évadzárója, mert hogy most augusztusban elmegyünk egy kicsit kipihenni itt a fáradalmakat, már aki pihen, többnyire itt fogok dolgozni, de minden esetre majd szeptemberben jövünk azzal vissza, lehet, hogy a kettő között egy ilyen kis hírkvíz, félelkvízt csinálhatunk. De írjátok meg esetleg, hogyha nektek vannak kvíz ötleteitek, berakok egy linket, és azt nyugodtan töltsétek ki, adjatok kérdéseket, vagy akár csak linkeket, hogy minek járjak utána. Csak ne ide írjátok be, mert akkor könnyű lesz felkészülni. Szóval a link ott lesz, ahol kérdéseket küldhettek be. Mondanám, hogy ennyi volt, de van itt még valami. Ugyanis sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan kellene a tartalmakat a különböző felületeimen egyenletesen és optimálisan eloszlatni. És amióta elkezdtem itt a Birtok projektet nektek mutatni, illetve átvedlek időnként lackó gazdálba, vagy szuperparaszba, ahogy tetszik, azóta. Azóta rengeteg kérdés kapok mezőgazdasággal kapcsolatban, vagy kifejezetten kertészeti kérdésekkel kapcsolatban, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ha ezt a csatornát nem szeretném teljes egészében kertészvonalra elvinni, akkor csinálok erre egy spin-off csatornát, úgyhogy erre is kerestem név ötleteket, hogy milyen javaslatotok van, és és elég sok mindent írtatok. Azt, hogy kultivátor, az senki, pedig ez nekem jutott eszembe. Ez, ez egy zseniális ötlet lenne, hogy legyen kultivátor, ahol az elmét és a kertet egyaránt pellengérezzük. Valírozzuk? Mit csinál az ember az elmével? Kultiváljuk, ez a lényeg. Szuperparasztot rengetegen írtátok, hogy legyen az a csatornának a neve. Nem szeretném feltétlenül a szuperparasztot ebben a formában nyomni, de majd, ha más nem a logóba, vagy valahogy belecsempészünk valamit ebből a szuperparasztságból, hogy azért ne feltétlenül egy pejoratív kicsengése legyen annak a számára, aki esetleg először találkozik ezzel a projekttel. Ez fontos. Ha már a szertár, akkor adja magát a fészer, ezt sokan írtátok, fészer sufni, meg egyéb hasonló kertétároló tároló helységek. Country Lab, ez, ez kifejezetten tetszik, mert van benne valami kis tudományos kocsvasztás hangulata is, meg azért benne van az is, hogy itt vagyunk a nagy romantikus őstermészetben. Birtokos eset, ez, ez tök jó. Brain Farm, ez kicsit olyan, mint a Country Lab, ugyanaz, amit ott elmondtam. Varus írta, hogy kertár. <laughs> ez zseniális. Lacienda. Értitek, hogy Laci, Enda, mármint, hogy Asienda, és Na mindegy, ez kicsit spanyolos, és akkor már, hogyha én csinálom, akkor mindenképpen valami portugálosabbat szeretnék, mondjuk a Tanya az Kinta vagy Fazenda. Azt annyira meg nem lehetne belegyúrni ebbe az egészbe, de, de Evelyn zseniális ez a lassziendás elgondolásod. Na mindegy, szerintem maradunk a Lackó gazdánál, csinálok is erre egy külön csatornát, a linkjét berakom, elkezdhettek feliratkozni, és oda fogom kitolni ezeket a mindennaposabb tartalmakat innen a birtokról, illetve a kérdéseitekre, kertészettel kapcsolatos kérdésekre is ott fogok válaszolni, meg lesznek ott még egyéb növénytani érdekességek is. Viszont ami egy nagyobb koncepció, vagy konkrét növényéletteni kérdésekben mennék bele mélyebben, azt tartom ezen a csatornán, mert hogy, mert hogy valószínűleg nagyobb érdeklődésre is számot tarthat, meg azért lesznek itt kereszthivatkozások a kettő között. Ezt a csatornát természetesen nem szüntetem meg, de itt maradnak ezek az általánosabb tudományos tartalmak, kísérletek, koncepciómagyarázatok, tudományos hírmagyarázatok, meg mindenféle olyan ajánlók, amire, amire szerintem nagy szüksége van az emberiségnek. A feliratkozóknak. Végül is a feliratkozók azok az emberiségnek már egy egyre nagyobb hányadát teszik ki. Szóval most volt a 2015-en, a rövidesen reméljük jön a 2016-on. A Majdnem azt mondtam, hogy addig is sziasztok, de addig azért lesznek még tartalmak. Sziasztok!